Az integráló intézmények pedagógusai számára tartottak előadást szeptember 27-én hétfőn a kiskörösi egymiben. A témát egy nemrégiben történt esemény miatt változtatták meg az előadás szervezői. Nem az agresszióval szerettünk volna foglalkozni, nem ez volt a munkatervünkben, de az az országos eset, ami megrendített mindenkit, az azt gondolom, hogy békés iskolaként nekünk is nagyon szívszorító volt, egészen konkrétan arra a középiskolás fiúra gondolok, aki egy verbális zaklatás miatt követett el öngyilkosságot, és újra ráirányította a figyelmet az agresszióra. Erre szerettünk volna mi is reagálni, és újra a témát fókuszba helyezni. Ugye az integráló intézményeknek hirdetjük az ITEM műhely munkát, tehát az integráló pedagógusok vesznek ezen részt. Egy 30-40 fővel dolgoztunk tegnap, és aki most itt volt, az mind azért volt itt, hogy keresse a megoldásokat, és különböző tapasztalatcsere révén jó gyakorlatokat sajátítson el az agresszió kezelés ügyében. Az agresszió megjelenésének számtalan oka lehet. Az okok között nagyon-nagyon sok mindent tudunk felsorolni. Az, hogy manapság nőtte meg, vagy mindig jelen volt, és mennyire kezeljük ezt, vagy kezeltük korábbiakban, és milyen formában, ugye az egy más kérdés, hiszen egészen kicsi korban már az óvodás korúak életében megjelenik az agresszió. Kiabálnak egymással, felemelik a hangjukat, aztán később ez az életkor előre haladtával árnyalódik, és megjelenik a gúny, illetve az irónia. És bár az agresszív viselkedést a fiúkhoz kötik leginkább, de azért a vizsgálatok és a kutatások szerint a lányok is nagyon jók ebben, csak más eszközöket használnak, elsősorban a szociális terekben, például nem hívom el a születésnapi bulimra, vagy kiközösítem, tehát ez igazából mind a két nemet érinti. Ott van az agresszió a képi formában, a grafitik, a karikatúrák, a gyermekrajzokon fel lehet ismerni, illetve ott van rejtett formában is, tehát a passzív agresszió esete, ami a halogatás, a konokság, a feledékenység, a szándékos rosszul tanulásnak az esete. És az okok között visszatérve a kérdésedre pedig azt gondolom, hogy nagyon sok minden szerepel. Tehát a családból hozott frusztráció, amit átél a gyermek bántalmazás, esetleg elhanyaguló nevelői attitűd az is ide tartozhat, különböző serdülőkori veszélyeztetettség, a drog vagy az alkohol, a tanult agresszió, ugye a serdülőkor, mint maga egy ilyen veszélyeztető tényező, de nagyon sok oka lehet az agressziónak. És hogyha külön ezt lebontom a tanórára, akkor az pedig külön egy érdekes kérdés, hogy a tanórai agresszió esetében esetleg ugye a telefonhasználat, ami egy ilyen frusztrált helyzetet teremtett, vagy azért, mert telefonozik valaki, vagy azért, mert elveszem a telefonját. Aztán odasorolhatjuk az alváshiányt, az étkezésnek a hiányát, tehát nagyon sok oka lehet annak, hogy miért frusztrálódik valaki, és abból miért lesz agresszió. A szakirodalom szerint az agresszió ugye egy ösztönös viselkedés, egyrészt ugye azt olvashatjuk, másrészt pedig azt, hogy tanult viselkedés forma. És ezzel kapcsolatban végeztek is kutatásokat, amik arra vonatkoznak, hogy elég, hogyha a gyerekek látnak bizonyos cselekvéseket, azt leutánozzák. Tehát az a tanult agressziónak nagyon nagy szerepe van a tanult viselkedés formának. A legtöbb iskolában sajnos előfordul az agresszió. Ezzel a jelenséggel többé-kevésbé azért minden oktatás-nevelési intézmény küszködik, illetve próbálnak megoldást keresni. Természetesen biztos van olyan, ahol minimális, és van, ahol nagyobb számban fordul elő. Én azt gondolom, és a tegnapi előadásnak is az volt a koncepciója, hogy nem a recept van az egyminél, tehát mi nem a receptet kínáltuk, hanem az együtt gondolkodást. Természetesen bemutattuk azokat a módszereket, amelyeket mi az agressziókezelés tekintetében fontosnak tartunk, illetve lehet egyfajta lehetőségnek, valamint a Békés Iskolák programnak a bemutatására került sor, amit az egymi évek óta végez, és annak viszont vannak előnyei. Statisztikák talán az internetes zaklatás körében vannak, amire kitértünk, és talán az internetes zaklatás sokkal veszélyesebb tud lenni, mint a sima zaklatás, ha ezt így fogalmazhatom, hiszen az internetes zaklatás esetében ugye akkor beszélünk arról, hogyha valaki anonim módon a neten feltesz valakiről egy előnytelen fotót, vagy megoszt egy bejegyzést, vagy ilyen típusú negatív tartalmat közöl, és ez azért súlyosabb, mert nem tud az illető fizikailag eltávolodni ettől. Tehát ennek nem lesz vége, ha kicsengetnek, vagy ha hazamegyek. Egyrészt, másrészt ugye a közösségi oldalakon nagyon sok profil hozható létre. Ezeken a profilokon újra
letölthetők, illetve feltölthetők ezek a képek, valamint ami a nagy súlyosságát okozza ennek a problémának, hogy nem tudjuk követni, hogy kikhez, hány emberhez jutott el ez a tartalom. Ezért a megalázottságnak az érzése is sokkal nagyobb. A statisztika szerint a magyar társadalom jelentős része rendelkezik az otthonukban internettel, ami megnöveli a gyermekek közösségi oldalakon való részvételét. Magyarországon a kutatások szerint a felnőtt társadalom 79%-a rendelkezik internet használata, konkrétan 80%-a a gyerekeknek van már a közösségi oldalon profilja. Ehhez képest a gyermekek 60%-át érte már zaklatást. Tehát ez egy nagyon magas számadat, és a koronavírus miatt ugye az interneten eltöltött idő az nő, 50%-kal is megnőtt az elmúlt időszakban. Az agressziókezelés tekintetében pedig a tegnapi napon is olyan eljárásokat, módszereket vettünk sorba, ami fontos és hasznos lehet, és most itt a teljesség igénye nélkül mondanék csak néhány gondolatot. Szó volt a szeparációs szorongást mellőző módszerekről, tehát amikor kiküldjük a gyereket, levegőnek nézzük, nem szólunk hozzá, tehát hogy ezeket azért amennyire lehet kerüljük, hiszen ez egy bizalom romboló módszerek. Hosszasan volt szó a restauratív eljárásokról, arról a kommunikációról, ami nagyon-nagyon fontos az agresszív folyamatok kezelésében, és itt a pedagógusnak a kommunikációját is kiemelem, hogyha a pedagógusok kommunikációjában is tetten érhető olyan, ami esetleg tanult viselkedés formára ad lehetőséget, akkor arra is nagyon vigyázni kell. Különböző stresszoldó technikákat vettünk sorba, kiemeltük a kooperatív tanulásnak a jelentőségét, hiszen azért ugye a mi intézményünkben ez nagyon mi intézményünk sajátosságát adják a kooperatív tanulás és a projektoktatás. Tehát amikor a tanórán egész nap a gyerekek együtt vannak, és azzal megy el a nap, hogy meghallgatom a másikat, próbálok együttműködni, a metakommunikációs jeleket értelmezni, akkor bizony ott a magatartási problémáknak kisebb lehetősége van. Természetesen a szabadidőben is nagyon-nagyon fontos, és itt a szabadidős tevékenységeknél kiemelném a szervezett tevékenységet, hiszen ha a gyerekek ki vannak küldve az udvarra például, és nincsen valamilyen szervezett tevékenység mögé rendelve, akkor a cél nélküli várakoztatás bizony lehet a melegágya agresszív viselkedések elindulásának. A szülők is fontos szerepet töltenek be az agresszió kezelésben. A szülőkről külön beszéltünk a tegnapi nap folyamán is, hiszen a szülőkkel való kapcsolat nélkül elengedhetetlen, és azt gondolom, hogy nem is működik az agresszió kezelés, tehát ugyanabban a csónakban vagyunk, ugyanazt szeretnénk elérni. Hogyha az iskolában történik az agresszió, akkor is felveszem a kapcsolatot, fel kell, hogy vegyem a kapcsolatot a szülőkkel, és a szülőkkel való konzultáció nagyon sokat segített abban a tekintetben, hiszen a szülők ismerik legjobban a gyermekeiket, hogy mi az, ami kiváltja a dühöt, mi az, ami esetleg frusztráltá teszi a gyereket. Tudunk segítséget adni egyébként a szülőknek is, hiszen hogyha ilyen nagyon egyszerű praktikákra gondolunk, hogy ne nézzenek a gyerekek horror filmeket, akciófilmeket, ne játszanak erőszakos számítógépes játékokat, a sportnak, a táncnak, a különböző meditációnak, terápiáknak a szerepe kiemelkedő lehet. Az előadás során a témával kapcsolatos fogalmak is felmerültek. Definiáltuk azokat a fogalmakat, amelyek ehhez a témához tartoznak. Beszéltünk a frusztrációról, az agresszióról, a bántalmazásról, a zaklatásról, a viktimizációról, illetve a bullyingról. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, például az agresszió, illetve a bántalmazás tekintetében. Ugye az agresszió az egy támadás, amikor szándékosan szeretnék sérelmet okozni valakinek. Viszont a bántalmazásnál nagyon érdekes az a jelenség, és azt megfigyelni, hogy három tényezőnek kell fennállnia. Ez szándékos legyen, ismétlődő és erőfölényen alapuló. És hogyha ez a három tényező együtt áll, akkor már zaklatásról, bántalmazásról beszélünk, és az mindenképpen súlyos kategória. Az előadás két részből állt, és kitértek benne az iskolában folyó békés iskolák programra is. Én foglaltam össze az agresszió formáit, illetve a kialakulásának az okait, és különböző agressziókezelési technikákról beszéltem, és kolléganőm, Fazekasné Tatai Renáta, az iskolában működő békítő tímnek a vezetője, ő pedig bemutatta a békés iskolák programot. Egyrészt magát a programot, másrészt pedig azt, hogy a mi intézményünk hogyan kapcsolódott ehhez a programhoz, és hogyan végzi ezt a tevékenységet. A békés iskolák program azért egyedülálló, mert
Átlagos esetben a bántalmazóval foglalkozik a problémakezelés. A békés iskolák program az egyetlen, ami a szemlélőket vonja egy kicsit a figyelembe, és azt mondja, hogy a bántalmazás addig történik meg, ameddig a szemlélők ezt engedik. Tehát a békés iskolák program tulajdonképpen a szemlélőket akarja mozgósítani. A mi intézményünkben a programok, amelyeket a Békítő Tím szervez, azok egyrészt kampányjellegű programok, tehát van az udvariasság hete, mosoly hete, köszönés hete, tehát egy-egy terület közé, másrészt pedig beépülnek azok köré, az intézményi programok köré, amelyeket szervezünk. Ugye örökös okoiskola vagyunk, ezért az ökoprogramokba építjük bele a projektnapokba, tehát mindenféle olyan tevékenységbe, amit az intézmény amúgy is szervez. Egy ilyen udvariasság hetét például úgy kell elképzelni, hogy egy hét áll a gyerekek rendelkezésére, ahol kapnak zsetonokat, ezeket a zsetonokat lehet gyűjteni, ilyen zsetonja van a pedagógusoknak, a technikai dolgozóknak, a portásbácsinak, a buszhoz kísérőknek, tehát mindenkinek van ilyen zsetonja, és egy-egy ilyen udvarias cselekedetért jár a zseton, és amelyik osztály a legtöbb zsetont gyűjti össze, azután kap például egy mozi látogatás lehet, vagy egy nagy pizza lehet a jutalom, és akkor ezzel vannak elfoglalva a gyerekek egész héten, hogy minél több jó cselekedetet, vagy ilyen udvariassági gesztust hajtsanak végre, de ugyanilyen a köszönés hete is. Ugye volt egy ilyen probléma, hogy nem köszönnek megfelelően, akkor ugye itt az volt a lényeg, hogy mindenkinek a lehető leghangosabban is köszönjenek. Az intézményegységvezető a békés iskola falat is megmutatta. És ezen a falon vannak azok az információk, amik a gyerekeket érinti a különböző programokkal kapcsolatban. Itt talán az egyik legizgalmasabb a békés ügyeletesnek az információi. A gyerekek bekapcsolódnak ebbe a tevékenységbe és próbálják. Ezzel is azt gondolom, hogy a szünetekben lévő magatartási problémák számát lehet némileg csökkenteni, hiszen egy nagyon fontos téma van még az agressziókezelés témakörében, ez pedig az áldozatok szerepe, illetve az áldozattá válásnak a kérdésköre. Ugye áldozat az a gyermek, aki nem mer, aki fél, nem mer segítséget kérni, mert azt gondolja, hogy nem tudnak neki segíteni. Ezek a gyerekek bizonytalanak, félősebbek egy picikét, a testtartásokon is jellemző a lesütött szem, illetve a különböző görnyedtebb testtartás. És ez egy nagyon izgalmas téma, hogy hogyan tudjuk segíteni az áldozat gyerekeket. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezekkel a gyerekekkel azt tudatosítsuk, hogy ez egy versenyhelyzet, amelyre a bántalmazó ugye felhívja, felkéri őket. És hogyha valaki tud egy kedves, magabiztos magatartást tanúsítani, akkor ez sokkal nehezebben alakul ki, ez a versenyhelyzet. Persze egy áldozatgyermeknek, egy áldozattípusú gyermeknek nagyon nehéz azt mondani, hogy legyél kedves és magabiztos, de mégiscsak van egy ilyen törekvés. Az is nagyon fontos, hogy a humornak az eszközét amennyire tudjuk fel lehet használni, vagy fel kellene használni. Tehát ha valakinek beszólnak, ilyen nagyon csúnya kifejezéssel élve, és neki van egy pici öniróniája, vagy a humornak egy kicsi eszközeivel rendelkezik, akkor ha vissza tud szólni humorosan, akkor elveszi ennek az élét tulajdonképpen ennek a beszólásnak. Ide tartozik az ignorálás, tehát a teljesen figyelmen kívül hagyni ezt a fajta zaklató tevékenységet, és nagyon fontos annak a figyelmen kívül hagyása, amit mondanak neki. Tehát tudatosítani a gyerekekben azt, hogy ne higgy el, hogy ő csúnya, hogy ő buta, hogy ő értéktelen, ne azonosuljon ezekkel a fajta támadásokkal. Az intézményben mindent megtesznek azért, hogy a diákok között békés és kiegyensúlyozott kapcsolat legyen.